azért jöttünk össze, mert megjelent a legújabb DVD. Amint tudjátok, ugye annak idején ezt a capoeira arabikot ugye én fejlesztettem ki egy brazil nagymesterrel, őt úgy hívták, hogy Ponta P, és ugye ezt tovább fejlesztettük, és addig-addig jutottunk ebbe a dologba, míg most már 7 darab capoeira arabik DVD van. És egyébként 260 trénerem van, aki már ugye a világon ezt tanítja, tehát nagyon fontos, hogy mi nem csak Magyarországon visszük ezt a capoeirabik irányzatot, hanem 12 országban. Kezdjük el az alaphelyzetet, helyezkedjünk el ugye négy kézzel helyzetbe. Nagyon fontos az, hogy ne tegyük le az alkarunkat, hanem tényleg egyenes legyen a testünk. Lassan emeljük ki az egyik lábunkat, arra figyeljünk, hogy amikor van a kiemelés, utána mindig egy lassú, koncentrált mozdulattal végezzünk egy rugást. Tehát arra próbáljuk meg koncentrálni, hogy semmilyen mozgás ne legyen gyors, hanem szépen lassan, koncentráltan végezzük. Kezdjük is el akkor a gyakorlatot. Lazán, és... Teljesen más dologgal készültünk ugye a mostani capoeira aerobik DVD programjára, úgy szerettük volna ezt egy kicsit ilyen elérhetőbbé tenni, és egy kicsit a mai trendek szerint felépíteni ennek az egész mozgásanyagát, ezért egy kicsit elengedtük ezeket a nagyon intenzív mozgásformákat, hanem más jellegű capoeirás mozdulatokat tettünk bele, tehát rengeteg ilyen földön lévő különféle tartás, plank és ebből lévő gyakorlatok vannak. Illetve nagy hangsúlyt fektettünk arra, ami ugye a nőknek az egyik legnagyobb problémája, hogy ez a fenék, derék, csípő, tájék, tehát igyekeztünk arra kialakítani a legjobb gyakorlatokat. Sziasztok, egy felgeteges capoeira aerobikot fogtok tartani, de most nem úgy, mint a múltkor. Úgy döntöttem, hogy nem kardió mozgásokat fogunk csinálni, hanem erősítéseket. Azért is gondoltam azt, hogy két nagyon kemény csajt hoztam el nektek, az egyik Ishonti Ani, illetve Tilda Betty, ők most éppen versenyre készülnek, úgyhogy szét vannak diétázva, higgyétek el, hamarabb el fognak fáradni, mint ti. Úgyhogy kezdjünk neki lassan. Nagy levegő, okay. Adat, gyere! Én is részese lehettem ennek a csodának, ennek a 6. DVD-nek. Szerintem az eddigek közül a legjobb és legeredettébb, tehát akár a helyszín tekintetében, vagy a gyakorlatok tekintetében, de biztos, hogy a leginnovatívabb DVD lesz. Maga a forgatás nagyon izgalmas volt, gyönyörű helyen voltunk. Ugye verseny előtt voltam, és mégis olyan izomlázom volt, hogy emlegettem Balázst egy jó pár napig, de megérte elmenni. Még csinálunk 8-at, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Szerintem fontos bárki számára, hogyha elkezdi ezeket a capoeirás mozgásanyagokat, hogy egy dologgal számolni kell, az pedig körülbelül azt jelenti, hogy egy óra edzéssel közel 1000 kalóriát lehet elégetni. Tehát aki tényleg oda akarja tenni magát, az ezzel a DVD-vel akár a március 10-i szépségversenyre is fel tud készülni. Decemberben volt egy Miss V-Life szépségversenyünk. Most fog jönni a következő versenyünk, amit egyébként március 10-én fogunk tartani. Hoztam nektek egy pár nagyon csinos hölgyet, akik be fognak mutatni nektek egy újfajta ruhakollekciót, ez pedig nem hogy én már 8 éve csinálom a capoeira aerobik ruházatomat.